Sziasztok, 12-esek, és üdvözlök minden YouTube felhasználót. A mai alkalommal megnéznénk a ezredforduló magyar belpolitikai viszonyait, és tulajdonképpen folytatnám onnan, hogy múlt alkalommal az Antal kormánynak a tevékenységét néztem meg, és ugye az, hogy az országra szakadt a rendszerváltás után nagyon-nagyon súlyos gazdasági problémák, ezt az MDF ugye nem tudta kezelni, így szinte biztosan prognosztizálható volt, hogy a 1994-es választásokat az MDF elveszíti. Most viszont, hogy tovább tudjunk haladni, három elég fontos dolgot szeretnék elmondani itt az ezredforduló magyar politikájával kapcsolatban. Az egyik dolog az az, hogy Magyarországon a 90-es évek derekától polarizálódik a belpolitika. Olyan bipoláris helyzet alakul ki, két pólus, egy jobboldali és egy baloldali értékrendet tömörítő pólus, ami meghatározza a magyar belpolitikát. És az, hogy melyik választópolgár milyen pólus irányába szavaz, és milyen a pólus által képzett politikai pártok közül választ, azt elsősorban meghatározta a rendszerváltás előtti időszakhoz való viszonyulása, meghatározta, hogy milyen vallási orientáltságú, meghatározta az, hogy milyen kulturális háttérrel rendelkezik, és hogy egyáltalán hol él Magyarországon. Ez is nagyon komolyan befolyásoló tényező. És ennek köszönhetően tehát kialakult ez a bipoláris helyzet. Minden a politikai palettán lévő politikai párt megpróbál e két pólus valamelyikéhez irányulni. A másik nagyon fontos dolog, hogy a rendszerváltás óta jöttek és mentek itt politikai pártok, voltak olyan nagy rendszerváltó pártok, mint az MDF, a Kisgazdapárt, az SDS, a Szociáldemokrata párt, na most ezek mind eltűntek a süllyesztőben, viszont ugyanakkor a politikai paletta színesedett, mert például az ezredforduló után társadalmi igényeknek megfelelően 2003-tól létrejött a Jobbik, vagy 2010 környékén létrejött az első ökopárt, az LMP, legyen más a politika. Tehát itt jönnek-mennek pártok, viszont van két olyan nagy párt, amely pólusképző. Az egyik pólusképző párt a baloldal értékeit magába foglalva, az az MSZP. Ugye az MSZP volt az államszocialista időszaknak, az MSZMP-nek az utód pártja, a rendszerváltás után, és hát alapvetően megörökölte azt a kádári rendszerrel nosztalgikusan szimpatizáló, most már jó rész kiöregedő biztos szavazói bázist, akikre tudott építeni, és talán még a mai nap is épít az MSZP, illetve természetesen az egész országra kiterjedő hálózatrendszert is megörökölte az MSZP, és ez elég volt ahhoz, hogy a bal oldalon egy mindenképpen pólusképző erő legyen. A jobb oldalon pedig pólusképzőként lépett fel a Fidesz, amely a 90-es évek elején egy ilyen balliberális irányvonalból indult el, aztán a 90-es évek végén már egy nemzeti konzervatív irányvonalat véve óriási sikere volt a Fidesznek, hogy a széthulló, főleg MDF-ből összetudta gyűjteni azokat a jobb-közép szavazókat, akik elég komoly bázisát adhatták a Fidesznek. Úgyhogy tulajdonképpen így jött létre ez a bipoláris helyzet, és így lehetett tulajdonképpen pólusképző párt az MSZP és a Fidesz. És a harmadik nagyon fontos dolog, hogy úgy nézett ki itt a 90-es években, hogy elindul egy politikai váltógazdaság. Ami azt jelentette, hogy amikor egyik oldal megszerzi a hatalmat, akkor az intézkedései révén olyan népszerűtlenné válik, hogy a következő választásokon az ellenzékben lévő ellenzéki párt megveri a kormánypártot, akkor ő kerül hatalomra, viszont természetesen 4 éves kormányzás alatt az is népszerűtlenné válik, ezért az ellenzékbe szorult párt visszaszerzi a hatalmat, és ez az a oda-vissza játék, ez a idők végtelenségéig menne. Tehát úgy nézett ki ebben a bipoláris helyzetben, hogy ez együtt jár majd egy ilyen politikai váltógazdasággal. Tehát
Ott, hogy az MDF várhatóan 94-es választásokat elvesztette, a választásokat azt lehet mondani, teljesen simán megnyerte a baloldal, az MSZP. Részben, ahogy az előbb mondtam, azért tudott abszolút többséggel nyerni, mert a rendszerváltás után hirtelen az embereket sokként érte a piacgazdaságba való versenyhelyzet, a kiszámíthatatlan életszínvonal, a gazdasági nehézségek. Az emberek igényelték a kádári rendszerben megszokott szociális biztonságot, és ezért választották meg az MSZP-t. A tankönyv 175. oldalán lehet látni, hogy ugye az 50%-os szaggatott vonal a második oszlopnál, a 94-es választásokon az MSZP simán el tudta érni az abszolút többséget, sőt, a kis baloldali párttal, az SZDSZ-szel összefogva együttesen elérték a kétharmados parlamenti többséget, ami elég nagy mozgásteret adott ennek a baloldali koalíciónak. Viszont, hát Horn Gyula megörökölte azt a óriási terhet, amiben az MDF belebukott, és Horn Gyula elsősorban 94 és 98 között miniszterelnök, elsősorban egyfajta szakértői kormányként kívánta a helyzetet konszolidálni, és volt egy pénzügyminisztere, Bokros Lajos, aki kidolgozta a róla elnevezett Bokros csomagot. Na most ez a Bokros csomag, ez egy iszonyatosan megszorító intézkedés volt, mert az államháztartásunk teljesen fel volt borulva. Ezt egyensúlyba kellett hozni, természetesen úgy, hogy Bokros Lajos a kiadásokat mindenképpen csökkenteni akarta, az oktatás, egészségügyi és szociális rendszere kimenő pluszköltségeket, és a bevételi oldalt pedig növelni akarta. Na most, mivel az ország gazdasága padlón volt, és a gazdaság nem tudott hasznot lefülözni, hogy az finanszírozza tulajdonképpen az államháztartásunkat, így az állampolgároknak a megnövekedett adóterhet tudta csak biztosítani a bevétel növekedést, és ez azt jelentette, hogy mindenki, aki bérből és fizetésből élt, az nagyon-nagyon megérezte ezt a Bokros csomagot. Emlékszem, hogy a Bokros csomag akkor kifejezetten egy ilyen félelemmel teli szitokszó volt a 90-es években, viszont szükség volt rá. Tehát így az utókorból visszanézve szükség volt a Bokros csomagra, mert rendbe kellett hozni az országnak a költségvetési egyensúlyát, és tényleg megvolt az a pozitív hatása, hogy az államadóság elkezdett csökkenni, és az ország ráállt egy növekedési, gazdaságnövekedési pályára. És egyesek szerint már a Horn kormány utolsó évében is érezhetőek voltak a pozitív hatások. Ebben bizakodott az MSZP, hogy talán akkor a 98-as választásokat meg tudja nyerni. Na most a tankönyveteknek a 176. oldalán van egy gondolat Bokros Lajosról, amikor ő összeállította a kis programját, hogy hogyan is vélekedett. A szöveg így hangzik: Magyarországon az elmúlt negyed század folyamán mindvégig egymás rovására érvényesült a gazdasági növekedés és a pénzügyi egyensúly. A fejlődés kulcsa ma az államháztartási reform. Az államháztartási reform elsősorban a humán infrastruktúra szerkezetének átalakítását jelenti, az ingyenes ellátások terjedelmének szűkítését, az ellátás nem alapszintű elemeinek részleges piacosítását. Másrészt van olyan megoldás, amely a társadalom leginkább rászoruló rétegeit minél hatékonyabban és kedvező feltételekkel kapcsolja be az oktatás, az egészségügy és a szociális gondoskodás áramkörébe, nyilvánvalóan természetesen a többiek rovására. Elengedhetetlen a költségvetés bevételi oldalának áttekintése. Vissza kell fordulni abból a zsákutcából, amelyben a gazdaság, illetve a társadalom egyre kisebb része viseli az adóterhek egyre nagyobb részét. A privatizáció nem öncélú, hanem a vállalati szerkezet átalakításának és hatékonyságának növelésének eszköze. A társadalombiztosítási önkormányzatok vagyonnal való ellátása higgadtan végiggondolva erre nincs szükség. A államháztartási reform, a bankrendszer szerkezetének korszerűsítése, közüzemek privatizációja, stb. Még előttünk áll. Tehát itt egy elég kemény, megszorító csomag volt ez a Bokros csomag, de kétségtelen, hogy már a Horn korszak, vagy a Horn 4 évének utolsó évében bizakodott az MSZP, hogy a lakosságban nem csak ez a mély trauma marad meg, amit a Bokros csomag szükséges lépése megkívánt,
és éreztetett a lakosság körében, viszont 98-ban nem tudott nyerni az MSZP, először nyert a Fidesz. Orbán Viktor 1998 és 2002 között megalapította az első Orbán kormányt. Mint mondtam, elsősorban annak köszönhetően, hogy a széthullott MDF és elsősorban a jobb-közép szavazókat maga mögé állítva hatékonyan tudta mozgósítani ezeket a tömegeket. Meg tudta nyerni a választásokat, de csak úgy, hogy a kellettek hozzá a parlamenti többséghez és a kormányalapításhoz kellett hozzá a Kisgazdapárt és az MDF is. Itt a harmadik oszlopon lehet látni, hogy a Fidesz relatív többséggel nyert, de a Kisgazdák, illetve a MDF-fel együtt éppen meglett az 50% felett, így megalakulhatott az első Orbán kormány. És hát alapvetően innentől kezdve egy elég komoly nemzeti, keresztényi, konzervatív arculat jellemzi ezt az első Orbán kormányt, és a bokros csomagnak a pozitív hatásai itt azért már érződik az Orbán kormánynál, és egy picit bátrabban lehetett már kiadási oldalon tervezni. Ez azt jelentette, hogy elsősorban családvédelmi intézkedések történtek, aztán az állami támogatású lakásépítési programot tudott elindítani a Fidesz. Külpolitikai sikerként könyvelhetjük el, hogy 99-ben ugye NATO tagok lettünk, és elég nagy lépést tettünk az Európai Unió felé. Tehát azt lehet mondani, hogy a Fidesz óvatosan, az államadósság csökkentése mellett óvatosan azért már a kiadási oldalon is bátrabban tervezett, és ennek megfelelően teljesen biztos volt a Fidesz, hogy 2002-ben nyerni fog, de nem. Igaz, hogy éppen hogy nyer a baloldal, az MSZP, itt a 175. oldalon lehet látni utolsó oszlopban, éppen hogy nyer az MSZP, éppen ezért szüksége volt a kis baloldali pártra, az SZDSZ-re, hogy meglegyen az 50%-os többség a baloldal részéről. Ez azt jelentette, hogy valami 10 képviselővel volt több képviselő a parlamenti patkóban a győztes kormányzó koalíciónak, baloldali kormánykoalíciónak, és 2002 és 2006 között Megyesi Péter alakíthatott kormányt a baloldal részéről, és tulajdonképpen Megyesi Péter továbbvitte a Fidesz által megkezdett kiadási oldalon egyre nagyobb tételeket jelentő engedménypolitikát, ami azt jelentette, hogy nem csak bővítette az állam által támogatott lakásépítési programot, hanem azon a véleményen volt Megyesi Péter, hogy a gazdaság növekedését a belső fogyasztás növekedésével kell ösztönözni, ehhez viszont az embereket pénzhez kell juttatni, ezért elkezdte szépen növelni a kiadási oldalon, például 50%-kal megnövelte a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek a fizetését, a minimálbért adómentessé tette, a nyugdíjasoknak 13. havi nyugdíjt adott, növelte a családi pótlékot és az ösztöndíjakat, tehát egy óriási pénzszórás indult el a Medgyessy kormány részéről, és bizony ez azért tudni kell, hogy emögött a gazdaság nem volt azon a szinten, hogy ezt finanszírozni lehetne. Ez azt jelentette, hogy sajnos megint elkezdett növekedni az államadósság, sőt, mi több, volt arra is példa, hogy például egy folyó évben, vagy folyó hónapban a pedagógusok fizetését abból tudta kifizetni a kormányzat, hogy éppen akkor jött be egy hitel összeg a Magyar Nemzeti Bankban. Tehát ezért ez egy veszélyes játék volt. Ez az államnak nem volt jó. Viszont kétségtelen, hogy a választópolgároknak jó volt. Így 2006-ban meg tudta nyerni újból az MSZP-SZDSZ koalíció, meg tudta nyerni a választásokat, viszont most már Gyurcsány Ferenccel. És a pénzszórás ment továbbra is úgy, hogy azért ez egy nagyon-nagyon necces játék volt, mert a Gyurcsány 2006 és 2009 között kormányzata alatt azért ez az időszak terhelve volt egy 2006-os összödi beszéddel,
terhelve volt egy 2008-tól kibontakozó világgazdasági válsággal, és ezt az ország, illetve a szocialista kormányzat már nem bírta ki. 2009-ben először fordult elő, amikor az SDS kihátrált a kormánykoalícióból, hogy az MSZP kisebbségi kormányzásba került, és egy konstruktív bizalmatlansági indítványnál Gyurcsány Ferenc lemondott, és helyére a szocialista kisebbségi kormányzatot Bajnai Gordon vitte tovább 2010-ig, amíg lejárt a 4 éves mandátuma az MSZP-nek. Ennek a technikai folyamatairól majd fogok egy önálló feltöltés sorozatot csinálni az állampolgári ismeretekből, és majd ott egy kicsit részletesebben belemehetünk majd ebbe. De alapvetően itt ugye azt akarom mondani, hogy 2010-től ez az elhibázott sorozatos szocialista politika volt az oka annak, hogy 2010-től az Orbán kormány és a Fidesz ismét hatalomra kerülhetett kétharmaddal, és ezt 3 kormányzati cikluson keresztül ezt a kétharmados többséget ki tudta építeni a Fidesz a nemzeti együttműködési rendszer keretében. Tehát ez, ami ma van Magyarországon, ez a 2002 és 2010 közötti szocialista kormányzatnak a felelőtlen politikai eredménye. Na most itt viszont megállnék, mert én úgy gondolom, hogy ez már nem biztos, hogy a történelemről szól, amit mondanék, és azt meg nem akarom, hogy politikai töltetű vagy részrehajlás legyen itt ebben a feltöltésben. Úgyhogy, de még mindenképpen a történelmi kerettantervhez tartozott, hogy itt az ezredforduló környékén hogyan is alakult a politikai helyzet. És kétségtelen, hogy én ezt azért nem tartom szerencsésnek a történelem tantárgynál, mert az érintettség révén itt bizony a mai napig vannak kihatásai itt az ezredfordulós bipoláris helyzetű politikának, úgyhogy én most ezt erről többet nem is beszélnék. Inkább itt az utolsó pár percben még beszélnék arról, hogy Magyarországnak a demokratikus berendezkedése a rendszerváltás után hogyan is néz ki, mert kétségtelen az, hogy minden győztes párt kormányerőre jutva végig tudta vinni eddig a rendszerváltás óta a kormányzati 4 évét. Ez egy nagyon stabil demokráciát eredményez Magyarország részéről. És hát Magyarország ugye egy olyan parlamentáris köztársaság államformáját működteti, amelyben a 4 évenkénti választások révén a rendszer végtelenül népszuverén, tehát minden politikai erő a nép akaratából szerzi meg a hatalmat a választásokon, és ha bár a nevében benne van, hogy parlamentáris köztársaság, sajnos a parlamentnek hatalmi ágak szét vannak választva, de a parlamentnek az a súlyozott hatalmi szerepe, amely egy demokráciában kellő kontrollt és ellensúlyt tud képezni a többi hatalmi ágnak az ellenőrzésében, abban már nem vagyok egészen biztos, hogy ezt a szerepet be tudja tölteni a parlament. Sőt, ma már a hatalom inkább a végrehajtó hatalom kezében összpontosul. Így Magyarország a demokratikus kormányzati rendszereknek egy olyan kancellárdemokrácia irányába sodródik, ami ma Németországban jellemző Angelina Merkel miniszterelnökségével, vagyis hogy a végrehajtó hatalom kezében van a hatalom nagy része, és sajnos a parlament egy asszisztáló szerepbe zsugorodik vissza. Elvileg, mivel köztársaságban vagyunk, köztársaság államfőnk is van, köztársasági elnökünk, akinek egy egészen szimbolikus hatalom jut normális esetben. Ebből a helyzetből akkor lehetne kimozdulni a köztársasági elnöknek, amikor rendkívüli jogrend van. De az az igazság, hogy a 2020-as járványügyi helyzetben abszolút nem lehetett látni, még érezni, hogy a köztársasági elnöknek bármilyen hatalom növekedése együtt járt volna a rendkívüli helyzetnek a kialakulásával. Úgyhogy ez a szimbolikus helyzet úgy néz ki, hogy ebben a helyzetben is érvényesül. Jó, hát körülbelül ennyit itt az ezredfordulós magyar belpolitikáról, kétpólusú hazai belpolitikáról. Remélem érthető volt, hasznos volt, és ami nagyon fontos, részrehajlásmentes volt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!